végén a retro étkező kocsi. Gondolom azon a végén. Jó, nézzük. Ugye ezen a normál utasjelátos kocsin kívül. Aha, és szerintem most kapcsolták rá, mert ott nagyon hemzsögnek az emberek ott az elején. Most direkt felveszem végre Szeged ícét, hogy milyen szép lássátok. Hát nézzétek meg, hát Magyarország harmadik legnagyobb városában milyen szép vonat megy a fővárosban. Hát, nézzétek meg, milyen szép BD kocsik. Egyébként ezeknek a BD kocsiknak az egy pozitívumok van, hogy viszonylag kényelmesek, illetve ugye új vármegye és országbérlete igénybe vehetőek ezek a BD kocsik, mert ugye ezek nem kell helyjegy, és ugye nem minősülnek ígyszerűnek, hanem csak ilyen gyorsvonati cuccmáknak, és ugye emiatt vehető igénybe. Úgyhogy ez a pozitívumuk ezeknek. Valakinek sípoltak. Ja, ez most megy. Ugye? Igen, ennek most kell mennie. Ennek a munkácsinak. Igen, megy is. Ezt azért fölveszem nektek. Valamelyik kocsi idegbeteg egy kicsit. Gondolom a fecskék, de oké. Na és látjátok, hogy a csajatos Szeged IC-nek a végén is van fecske kocsi. Hát annak, aki ebbe ül a BD helyett, az aki egy kicsit érdekes a gondolkodás módja. Amit most magyaráz, az itt van egyébként, ez a hamburgi. Igen. Jaj, de jó. Nem baj, föl fogjuk venni, látjátok, itt lesz a retro utas ellátós kocsi, amivel ez rajta lesz a szerelvényen, amivel jövünk majd vissza. Szépen ugye most nem megyünk Makóra, azt hiszem, hogy jövünk onnan vissza ezzel a csoda retro szerelvénnyel. És itt van a utasellátós kocsi. Őróla majd a hazautnál lesz több szó, úgyhogy most ebbe bele se szállunk. Most majd hazautnál szépen megnézegetjük, lehetőleg vacsorát is fogunk belőle szerezni, már nincsen vacsorán. Hogy igen.
lehet még egy pillantást vetni, most egy kicsit kiürült a környék a utas ellátóra. Mi majd ebbe hazafelé fogunk nézelődni. Hát a taskakocsikat már nem veszem fel, ez a teljesen átlagosok meg nem tett. A lámpa nem működik. Jó reggelt kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Magam a személyzet nevében nagy szeretettel köszöntöm Önöket a Mámstadt 712-es számú szegedi közlekedő napfény Intercity vonatának fedélzetén. Járatok menetrend szerint csak Zugló, Kőbánya, Kispest, Ferihegy, Cegléd, Nagykőrös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Kistelek és Szatmaz állomáson áll meg. Emlékeztetem Önöket, hogy a vonat tisztán nem dohányzó kocsikra közlekedik, valamint kérjük csomagjaikra, értéktárgyakra fokozottan vigyázzanak, azokat ne hagyják őrizetlenül. A mai napon rendhagyó módon a vonat elején utaserlátó étkező kocsi közlekedik, ahol szívesen várjuk Önöket egy finom reggelire. Kínálatunkból szeretném figyelmükbe ajánlani kettes menünket, mely tartalmaz sült sonkát, tojást, császár zsemlét és választható kávét vagy teát 1490 forintért, valamint hideg ételeink közül kaviát, vajjal, pirítóssal 2490 forintért. Amennyiben csak egy finom kávét vagy egy forró teát szeretnének fogyasztani, ajánlom figyelmükbe a vonat végén 19-es számmal közlekedő bisztrókocsinkat. A kávék kérhetőek laktózmentes tejjel vagy akár mandula itallal is. Minden kedves utasunknak kellemes utazást kívánunk. Good morning, dear ladies and gentlemen. Now start to the coming on board of Intercity train Napfény 712 to Szeged. The train will stop only at Zugló, Kőbánya, Kispest, Ferihegy, Cegléd, Nagykőrös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Kistelek and Szatymár stations. Please note that smoking is not allowed on the train. There's a dining car at the front of the train where we look forward to welcoming our guests for a breakfast. If you just want a drink, please do not hesitate to visit the Viszok carriage at the end of the train. We wish you a pleasant journey. Tisztelt utasaink, rövidesen Zugló megállóhelyre érkezünk. Leszálló utasainknak köszönjük, hogy járatunkat választották, viszont látásra. Dear passengers, we wish you a happy arriving at Zugló. For those who are in the train, thank you for choosing us. Have a nice day, goodbye. Teához citrom nő mézét lesz. Pillanat, nekiugrok a...
Csint a szerelmény. Már sziasztok! Itt vagyunk jelenleg Újszeged környékén. És az a legnagyobb problémánk jelenleg, hogy a vonatunk 40 percet késik, és ugye 40 perccel késve is fog indulni, mert ugye ez fordul vissza. És az a szerencsénk, hogy egyébként nekünk most másfél óránk lenne gyakorlatilag Makón tartózkodni, aztán ebből is lejön 40 perc, de legalább valószínűleg akkor így elérjük a nagy vonatot, ugye egy gyors vonatot, amivel ugye visszajutunk Pestre és onnan Vácra, de igen. Úgyhogy most sajátos máv egy kicsit megszivat minket, most ezt nyilván nem úgy mondom, hogy a máv nyilván erről olyan szinten nem nagyon tehet. Nyilván, tehát hogy nem ők nem akarták, hogy késsen a vonat, szóval hogy nyilván ez így jött, aztán, de hát akkor is. Azért, igen, ez az eredménye annak, ha 50 éves bézék közlekednek a elővárosodba is, meg I'm gonna go get some more.